9. ének. Rettenetes haddal ezentől induljunk, Ilosvai. Célja felé immár közelít az ének, indult völgynek alá esése vizének, mint folyamé, amely tenger felé futván halmot, hegyet elhágy, s kikerül az útján. Előttem is állnak nagy hegyek és halmok, száz ütközet és harc, fényes diadalmok, együtt is, külön is a magyar seregben. Hogy férne meg az mind e rövid énekben? Mint akadályát a folyam is sietve érinti csupán, és nem időz mellette, tegyen úgy, ha útban nagy meredek dombok, dalom is, kit toldi szerelméről mondok. Fogja kötőfékét röviden a szónak, a vitézek dolgát említse futólag, hisz külön énekre méltó valamennyi, hanem én tovább is akarok még menni. Míg Lajos ekképpen Aquilába múlat, s vár vala olyan hírt, hogy elébb nyomulhat, kont az előhaddal s a vitézpüspökkel, Szulmóna falait töri minden reggel, mert nem adá azt fel annak kapitánya, pedig a seregnek éppen útját állja. Két hegyi nagy lánc közt beszorítva völgybe nincs jobbra se balra hadijáró tőle. Szándéka először az valait kontnak, idejét nem várja sok henye ostromnak, gyepre az őrséget harcolni kicsalja, szaladók nyomán a várost megnyargalja, de hiába. Merni kellene azt, merni, nem csap ki az őrség. Hasztalan ingerli, gúnnyal, kihívással a büszke magyarság, ami vitézektől gondolja cudarság. De bezzeg a falról, kőpajzsok mellől, nyillal a magyarból, kit szemre vesz, ellő. Követ is a hágsós katonákra görget, égszakadás lesz ez, ki arra közelget. Távol az íjászok, fennállva karaiba, falról, ha ki ott áll, veszik ugyan célba, s lelövik, mint fecskét. Bizonyosra lőnek, hanem kicsit árt ez alig egy-kettőnek. Látva azért, s tudva kont, hogy sikeretlen nyíl kopja vitéz kard erős falak ellen, küld el Lajoshoz, hogy jöjjenek a jászok, s egyéb várbakosok és számszerű jászok. Hogy ezek megjöttek, leve is fordulás, oldalt a hegyekben, fenyőfa pusztulás, ácsoltak különös nagy bakológépet, számszeríjat, dárda, skőhajítás véget. Töves vége felől öreg fenyűszálnak, hamar a kovácsok vasfejet formálnak, mint a kecskebaké. Aztán hevederrel karikázzák a fát, sok más a teherrel. 50 erős választ viszi majd, vagy többen, fejjel a várfalnak, hogy külseje döbben, belseje megrendül, átalig, fenékig, hanem a készülést mondom elébb végig. Számszeríjat, minden neműt és formájut ácsolnak, ezek közt vésnek erős vájut, melybe fenyősudár hajlik darumódra, s nagykövet ellódít zajjal kirugódva. Van más is. Akasztólába nehéz baknak, milyennel az ácsok hídszölöpöt raknak. Húzza csigán sok kéz, s mikor lezuhantja, gerendára esik, mely a követ hajtja. Ugyanis favánkos tetején keresztbe hosszú gerenda van oly módon eresztve, hogy rövidebb vége alá megy a kőnek, s a hosszabbra nehéz teher üt, úgy lőnek. Van egyéb szerszám is, íj módra csinálva, húrja feszes kötél, íve rugós szálfa, kereken húzzák fel, s ha megindul pecke, a követ a dárdát löki nagy felmessze. Mindjárt is a bakkal tesznek vala próbát, de elébb a falhoz kellene futógát, mert védi körösleg vízzel teli árok. Míg betemetnék, nyíls kő omlana rájuk. Gond esze deszkából nagy színfolyosókat gondol ki, a sánchoz kerekentolókat, melyek alatt a nép hord követ és dőzsét, úgy végezi bajjal a sánc betömését. Ám de miként jéghull sűrű darabokban verik ő a szint,
hogy rettenetest koppan, s beszakadt helyenként, de legott befoldják, jól értik az álcsok ennek is a módját. Földet is a gátra visznek kosarakkal, tetején simára döngetik agyaggal, úgy szögezik a nagy vasbakot a falnak, 100 ember erővel adva lökést annak. Kont látja, hogy ez még így is sikeretlen. Embererő mit tesz kemény falak ellen? Tornyot erős fából magasra csináltat, melyből kicsirésen a bak kibejárhat. Függeszteti láncra derekát a baknak, így hajtva nagyobbat lódul a falaknak. Fönn lecsapó hidat is hagytak a tornyon, melyből, ha ki merné, a falra ugorjon. Összedugott kézzel nem nézi azonban a várbeli őrség, de az is talpon van. Szór követ és égő koszorút, kanócot, bakelé nagy zsákban, gyapjú tereszt, kócot. Nagy sor a vívóknak küzdeni ez ellen, oltani a lángot egyszerre sok helyen, az elégett eszközt újítani mással, söpreni a párkányt sűrű nyilazással. Hullad a rettentő zápora nyílnak, dolgoznak erősen a nagy szerszámíjak. Követ is, dárdát is haigálnak egyre, ember legyen ott ki álma Körömhegyre. Be is a városba sok kődarab elhat. Rémület az utcán, leve nagy hadd elhadd. Hát mikor a szurkos, tüzes üszkök mennek. Isten nyíl a zápor méltó neve ennek. Füstöt is a várban, itt vagy amott látni. Kezd bokra sziporkát és lángot okádni, hanem oltják gyorsan. Dolga van a kéznek, mert a falakra is kell jutni vitéznek. Még így sem ez egy nap, se kettő, se három lesz az, hogy erőt vesz Kont ezen a váron. De töri minden nap, mert tudja, királya hadai mozdulatát mi nehezen várja. Dolgozik a vasbak, veri fejét falba, vezeté Kont népét újabb viadalba. Deli bátor hősök a toronyba mennek. Fiaim, csak rajta! Ma vége lesz ennek. Lecsapó résen át odafenn elszelik kaszával a gyapjus nagy zsákok kötelit, mesztelen az omló falat egész hévvel döngetheti a bak nagy busa fejével. Másfelé is a harc születék most újra, eddigi mi volt át messzi felülmúlja, borul a bástyára nyílból sűrű felleg, közte szurokfákják villámi röppennek, csattog erősen a számszeríjak pecki. Nem tudom, ki állná a falakon ezt ki, bent is eloldhatlan lánggal ég a várma, künben szitok, átok, rettenetes lárma. Ám de a bakolótorony is már lángol, tetejéből a tűz mardosva alát foly. Le, fiúk, le onnan! De nem állva szónak, falra veték forgát, lecsapó ajtónak, elsőval a Szécsi, a bátor Ivánka, ki a falra ugrék a tűzbe, a lángba, követé fiatal hédervári kettő, s újlaki. Mind tegnap jöttek a seregtől. Falra szökött Iván, meg is állott rajta. Csak utána ugrin, ide Lukács, Barta! Mennek is Ivánkát megvédik azon túl, ki csupa sündisznó leve mára nyílt túl. S mint hangya, ha kettő vezeti, vagy három foly be a magyarság, a falon, a váron, közepette lángnak folytogató füstnek. A torony ég, nem hagy senkit lenni restnek. Mire a bakszerszám torony alkotmánya annyira gyúlt, hogy nincs mód lépni rája, odafenn már jó kis csapat áll a bástyán. Fehér lobogót tűz az olasz, ezt látván. Mindjárt is a várnak kapuit feltárják, élteti az őrség magyarok királyát. Kont bemegy, a várost hada megtapodja. Így nyílt meg a völgyben Lajosnak az útja. Ezek alatt Károly, ama durazzói, várta, Lajos mit fog levelére szólni. Rossz jelnek alítá, hogy nem ad a választ, s gondolta, tanácsosb, ha ellene lázaszt. Háta megett a harc tüzeit felgyújtja, egész Apuliát mind ellene bújtja, engedi Lajost, hogy Nápoly fele menjen, s elűzze Johannát, de vissza ne könnyen. Íra tehát ismét levelet Lajosnak. Ne véje gyanúsnak, se csodálatosnak, ha most Apulia városit megszállja,
elvonni Johanna részéről próbálja. Maga diadalmas seregével menjen Johanna erét, megtörheti könnyen, mert hada csak zsoldos idegen jobbára, na meg a Volturnó körül egy-két vára. Ekkor az Arbuzzi nagy hegyeken által mene délkeletnek fogyatékhadával, amerre Lucera, Foggia, Canosa áll, s a tengerparti erős várak hossza, ki Johanna hív, azt felbátorítja, ki Lajosnak hódol, visszatántorítja, gyűjt hadat és zsoldos katonát szegődtet, ám győzze le Lajos Johannát, ne őtet. Kéme is az olasz pártos urak közül, aki Lajossal tart, s most seregéhez gyűl, Károly ez új dolgát bevivék naponként. Tudja Lajos, hol jár, mibe fárad ott kint. Mindjárt is, amely nap jó hírt veve róla, Kont maga hozzá, hogy elesett Szulmóna, tanácsba vezérít, maga mellé gyűjti, melyik úton lesz jobb seregét leküldni. Ott vala Kont, Lacfi, István meg az Endre, Giléti, Bebek György, Papula kis Rendre, a nyitrai püspök, ma övé lesz Zágráb, kanizsai prépost kardja sem áll hátrább, világi urakból Szécsi, Bánfi, Druget, Draskovics, Miklósnak hívták mindezeket, István is, a ma György atya fia, Bebek, az oráni perjel, Moriál, s egyebek. Kezdi Lajos a szót. Miután Szulmóna, mintha csak a Nápoly ország kulcsa volna, hadaink leszálltát nem gátolja semmi. Csak az a kérdés, hogy merre fogunk menni. Van rövidebb út. A Volturnó folyamnak. Alig az országban, csak a szélin annak. Így hamarabb érünk bizonyos Nápolyba. De hátul az ország nem lesz meghódolva. Hosszabb, ami balra egy kerülőt tévén, úgy hatolunk át nemes ország szívén, meghajtva derékban tengertől tengerig, mint mikor a hajtók a vadat fölverik. Jegyzet. E kissé, megvallom, különös diverzió oka megérthető az előszóból. Az rövidebb munka, ezt maradandóbbnak, Endre kisfiára hiszem állandóbbnak kért csecsemő, bár ha élteti Isten, jövök egyrészt, hogy majd trónjára segítsem. Szóla körülholdván szemeit a végén, de tovább nyugtatta valahogy Gilétin, az pedig elpirult, s kezde föl is kelni, gondolva, hogy elsőbb neki kell felelni. Különben eszes nagy férfiú és bátor. Vala csak most három esztendeig nádor, francia-olasz vérnyomait mutatja, még Lajos atyával jött volt be az atya. Felséges uram, mond, a magyar azt tartja, egyenes út legjobb, hamarabb is rajta. Mit törnéd sereget hosszú kerülővel, ha eléred Nápolyt kevesebb erővel? Nem árthat a kígyó, ha fejére hágtál. Nápolyt, ha bevetted, tiéd az ország már. Vagy, ha mi zendülők odakint támadnak, elnyomni, mi lesz a diadalmas hadnak? Ne talán attól félsz, kevés a dicsőség, ha az ország szélén, hol nincs nagy erőség, behatolsz Nápolyba, lopva miként, tolva és várakat és várost kell, hogy elébb foglalj. Hidd meg, az az út sem csupa búcsújáró. Ím, ott van előttünk Venafro, Tiano, Capua, nagyváros, de kivált Aversa. Hidd el, uram felség, kemény dió lesz a... Így szólt, helyeselte néhány az időse, nem is ellenezné, mondja Lajos, őse, hanem ellenkező okai is vannak, ezeket is szembe kell vetni Amannak. Tudom, így folytatja, hogy ez asszony férje valami hadakat fogadott fel bérbe, s Capua mellett vár, hogy útamat állja, hol a Volturnónak ömlik sebes árja. De tudom azt is, hogy Miklós, Cajetani,
Von Divitéz grófja ellene bír állni. Maga is. Még inkább, ha segítség innen, ez olasz hívemhez, akarom is, menjen. Azonban a vétkest, már az igazándit, Johanna királynét, s vele a tarántit, nincs semmi reményem élve, hogy elfogjam, mert űzni hajóm nincs, és a tenger ott van. De ha meghódítom az egész országát, s kikiáltom árva fia királyságát, s magam is helytartót hagyok, amíg felnő, bár ha nem eléggé, lakol így is enő. Hanem egy ember van, agyafúrt és álnok, kit űznek örökké nagyra törő álmok kitől, ha rövidre szabja Isten éltem, kicsi Mártel Károly örökségét féltem. Értitek? Úgy sejtem, kiről vagyon a szó. Bújtogat én most is, Károly, a durazzó. Ezt megtörni? Nem úgy. Ezt össze kell törni. Érte az országot végig kisöpörni. Így szakítá félbe Lajos a beszédet. Arca neki sápadt, szeme vadul égett. Néztek az urak rá. Mi ez? Oly szokatlan. Soha még nem látták ilyen indulatban. Miután a király csillapodni látszott, arca pirosabb lőn, cimpája se játszott, kezdtek emelkedni helybehagyó hangok, hogy a királyt célja sem puszta kalandok. Méltó ezen útat venni fontolóra, s nem hagyni bitangul, amaz árulóra. Lajos háta megett az egész országot, hanem elébb ott kell oltani a lángot. Most Lacfi, az István, a vajda felálla. Vegyes ősz csíkkal már, szép barna szakálla, szeme, arca nyugodt, hangján, ahogy kezdi, érzeni, hogy von, mikor megereszti. De fékezi folyvást, s halkan emígy szóla. Ha Lajos hercegnek nagy serege volna, lovagi zászlósi, hadba tanult népe, javasolnám, menjünk mindnyájan elébe. De mivel Johanna ereje nem ott van, Nápoly körül és a Volturnó sarokban, hanem országszerte, várakban elosztva, ahogy ezt a pártra szakadás okozta, s ki az ő pártján van, ki felséged mellett, ki ma itt, holnap ott, ahogy fú a szellet, szükség, hogy erőnket több felé mutassuk. Rémítsük az ellent, híveid biztassuk. Nem mondom, ne küldjünk hadat a hercegre, fontos. A verszának bírni jó kezekre, de magyar hadunkhoz van sok német ember, kit vezet a Wolfárd, meg a Zsoldos Werner. Ha mi ezekből is ide-oda osztunk, két-három felé is könnyű hadakoznunk, teszem, a Verszához menne Gilét nádor, balra más, középen a királyi tábor. Mind helyeslék ezt, amit Lacfi szóla. Közös útjuk légyen, javallák, Szulmóna. Azután is még a Volturnó fejéig, keresztbe az ország, mint egy közepéig, ott Giléti nádor délfelé elváljon, keletre a többi sereg együtt szálljon, s hogy idő nem újjék, holnap Aquilából mozduljon előre mind az egész tábor. Végezék. Úgy is lett. Le a völgyben másnap indul az egész had eleven mozgásnak, de mivel Szulmónát aznap el nem éri, mezőn üt a tábort Lajos és vezéri. S ottan az Aternó kies vize mentén, mely Szulmóna felé
veszi útját szintén, sátra előtt ülve magyarok királya, ím, különös foglyot vezetnek hozzája. Kocsiját kísérik idegen embernek, kit fenn a hegyek közt Zsoldosi Wernernek fogtak el, és gazdag jutalom fejébe maga Werner hoz most a király elébe. Olasz urak mindjárt Malatesta, Forli, Mántova kezdének a királyhoz forni, megsúgák kicsoda, akit ezek hoznak. S mi nyereség az, mi szerencse Lajosnak? Felséged azért nem juthat igazába, mondák, mivel ott künn ellenzi a pápa, s megvédi Johannát ezer papicsellel, hisz azért kell mostan vívni a fegyverrel, de ha ezt a foglyot kezére bocsátod, nagy fordulat esik ügyeden, meglátod, tán nem is lesz szükség több kiontott vérre, hanem a fogoly már éppen odaére. Vala Miklós Lőrinc, vagy Kolarienzi, amint az olasz név magyarul jelenti. Tavaly egész Róma kegyeltje, tribunja, most a hegyek, erdők vadonjait bújja, Róma szabadságát lobogóra tűzte, népét fölemelte, zsarnokit elűzte, most számkivetésben sújtva nehéz váltdal bújdosik, éppen a római nép által. Halál, ha kezet rátehet a lakosság. Halál, ha a pápa vagy sanyarú fogság. De Lajos megfeddé szigorúan Wernert. Zsoldosi miért bántják a védtelen embert? Dorgálta keményen, szóval, hanggal, szemmel, folytva dühét kullog el a német ember. Mit adna e rabért, Róma vagy a pápa? Fogjával a király bemenes hátrába, és kezdi azon. Nemes római, szabad vagy. Míg Nápolyban leszek, védelmem alatt vagy. Hadamat, ha tetszik, útjába kövessed, vagy menedékvárba magadat vitessed. Köszené Miklós a kegyes ajánlatot, ábrándos nagy szeme, könyre is fakadott. Nem tudál sorsot, mely idővel rávár, hogy kiadja Károly, cseh király és császár. De Lajos nem úgy tett. Este vacsorához, ember elé bizony maga asztalához, soká fennbeszéltek a pohárnál ketten, Kóla is a szívét kinyitá meghitten, beszéle római régi dicsőségről, mai gyávaságról, s eladó hűségről. Kátó akart lenni, igaz erkölcsbíró, de a mai népnek nem kell egyéb, Néró. Mondd, Lajos, én tudtam, hogy erre megyen ki. Az időkerekét nem tolhatja senki. Legyen bár az élők legnemese bátra, se nagyon előre, de kivált nem hátra. Láttam, követ én is oszlopot Rómában, de régi lakóit keresém hiában. Így előttem kinek fegyverem a hité, nem Kátó képeleng, hamarabb a szídé. Mond több ilyet is, mert ifjont a Rómában forgott, s vala jártas deák tudományban, hanem az idő már későre haladván elereszté Miklóst, nyughelyet adatván. Reggel pedig, minthogy nincs kedve maradni, rendere őrséget vele indítatni, maga István Vajda érette feleljen. Hogy baja nem lesz, míg nincs a kívánt helyen. Mozdul egyszer, mint hajnalban a tábor, kiki lovat nyergel, rakodik nyalából, de még azok a tett helyeikre érnek,
Írnivalom úgy sincs. Hát Toldira térek. Mikor ő beállt az ostorozó hadba, mondák neki, náluk törvény ki van adva, hogy kiki meggyónjon valamely társának, ne tagadja bűnét, s ne tartsa magának. Toldi elébb a szót veszi csak félvárra, nem köti a titkát senkinek orrára, de midőn unszolták, hogy nem lehet testvér, köztük sem maradhat, ha szabályt nem esmér, kiválaszta egyet, ki előtt kész gyónni, fiatalember volt, nem idős, mint Toldi. Többször azelőtt is tűnt már neki szembe, nem is illett sehogy egy ülevész rendbe. Mosolyogni látszott, nyílt arca, szünetlen, nyájas bizalom ült a nagy kék szemekben, homloka is tiszta, lepibár gond, álom, s odaírva mintegy ez a szó, nem bánom. Hangja, ha megszólalt, szeretetre készte. Öltözetét Toldi olaszosnak nézte, olasz is, kivált, ha hozzáveszi kobzát, melyen a szent népnek zeng ajka zsolozsmát. Ez szólítja külön társaitul bóvást, s kezdette csenyelven jó Toldi a gyónást. De biza, csehül ment, noha lábbal, karral segítene rajta, segíte magyarral. Megörült a másik. Te magyar vagy, látom, akármi bűnöd van, ezért megbocsátom. Szólj magyarul bízvást, mert nyelvedet értem. Egykor én is azon a nyelven beszéltem. Toldi csodálkozva bámult az olaszra. De ha így van, tőlem sohasem maradsz ma. Ki mi vagy? Azt nékem gyón meg, elép szintén, akkor az enyém is hallhatod őszintén. Ki vagyok? Nevem sincs, csak egy sehonnai. Szerda napon lettem, hívj úgy, szeredai. Nevemet különben, mint a ruhát váltom, s eldobom a régit, ha idejét látom. Ráncba futott Miklós homloka e szóra. Ne ítélj hallatlan, az idegen szóla. Nincs nevem, azt mondám. Nincs, mivel elvették. Csihessé, cudarrá, átok alá tették. Magyar volt az. Anyám vére a mazácsnak. Ha hallottad hírét annak az írtásnak, mikor egész erdőt ágastul, tövestül, három ivadékon írtottak keresztül. Nemes apám ott halt. Engem egyik vére futva hozott tenger olasz szigetére, maga is ott élt, halt, búrszám kivetetten, én bújdosni kelék, mikor eltemettem. Hontalan azóta járom a világot, kobzomad élelmet, s lelki vidámságot. Ennyi az én bűnöm. S ha van egyéb gondom, s nem mutatom, se panaszul nem mondom. Megölelé Toldi a fiatalt erre. Jól van. De se légy most kíváncsi nevemre. Egyebet meggyónok. S ha megismerkedtünk, közös lehet a név titka is közöttünk. Lovagember voltam, s játékviadalban álfegyvert viselék, mint semmi rosszabban. De személyem aztán soha föl nem vettem, hogy ravaszul a dít, más nyerje helyettem. Vala pedig díja egy győzedelemnek, mátka leány. Szép, mint angyala Istennek. Ki szeretett, és csak engem a világon, kire már későn gyúlt szívbeli nagy lángom,
Fölfedni magam most, vala böcstelenség, lovagi törvényben nincs ellenementség, nem födi fel. A jány csupa méltatlannak dobom feleségül, kit nem szeret, annak. Kisebb vala bajnok nevem odavetni, mint a leányt élve, halálba temetni. De lekötve tartott sanyarú mély börtön, messze az országtól, erre, a cseföldön. Mire hazaértem, késő vala, késő. Férj feleség volt már az állovag, és ő. Mit tettem azon túl? Nem tudom, ne kérdjed. Bár bajra szorítám, s megölém a férjet. Látva megölt férjét, s tudva, hogy én tettem, mint holt rogya össze az én szeretettem. Igen, ravatarra, sírboltba helyezték, én pedig úgy hiszem, őrjöngeni kezdék. Lementem utána le a sziklaboltba. Körömmel is onnan kikapartam volna. Egyszerre csak éled az én édes szentem, s megátkozza magát. És elátkoz engem. Toldi zokogással fordul a itt félre, hamar a kobzos sem tudta, mire véje, mint zavaros főre váll a hegyét vonta. Álom ez a rész már, sose búsulj, mondta. Tudom, mire célzasz, Toldi felel. Vártam. Bizony kicsi híja, hogy úgy nem is jártam. Magam is azt hinném, csak képzelet álma. Ha halottam most is, élők közt nem járna. Hanem él. Tanulja egész Buda ennek. Tőn szűzi fogadást örökre Istennek. Én is az ő átkát vivém kolostorba, ha szívemen esebb valaha beforna. Befogadtak mindjárt valami barátok, de elűzött onnan papi súlyos átok. Mintha megölvén a férjét gyilkos módra, özvegyes írját meg kiraboltam volna. Nem tudom ez, hogy lett. Nekem a világon senki tanúm nincsen, semmi bizonyságom, mert már rég ideje nyomon üzve járok, élve vadak közt, fán, madarak közt hálok. Bűnöm ez. Van-e rá irgalom és mentség? Nem annyira bűn volt, mint szerencsétlenség, válaszol a kobzus. Ha te csak pár bajban ölted meg a férjet, igaz viadalban. Toldi felel. Hívtam, de reál nem álla, tudva, hogy az néki bizonyos halála. Hanem erőszakkal kézre kerítettem, s igazán megvívtunk, tanú nélkül, ketten. A kobzos szólt. Csak ez így ne volna. A többi alig, hogy érdemes a szóra. Álviadalt vívtál magadnak, vagy másnak? Mi köze avval az anya szent egyháznak? Ne bánja nagyon ám, a lovagi törvény rendjéből az ilyet csúfol kitörölvén, Toldi riad, s bánja, lovagok királya. Nincs nála bocsánat, kegyelem reája, hanem oldj fel, szabj rám néhány miatyánkot, én pedig tovább is vezeklem az átkot. Nem az egyházét, a szerelem nagy átkát, hogy akit szerettem, megölém a mátkát. Ezzel a szent tábort elérni siettek, mert már be se látták, el is estelettek. Egyszer a kobzos csak jobbra mutat, hallga, immár letanyázott és dőzsöl a falka.
Menet aztán, amint arra kanyarodtak, elmondá a kobzos, hogy ezek így szoktak. Szemüket forgatják, koldulva fehérre, s valamely vadonban nagyot isznak, félre. Falun és városban alamizsnát gyűjtnek, szörnyítve csordáit a babonás hitnek, rettentik a népet, s az összegyülemlő adomány árából megtelik a tömlő. Barmat is az erdőn legelni, ha látnak, jószerivel friss húst lakomára vágnak. S ha tanyát vernek, no, Isten irgalmazzon. Közös ott mulatság, étel, ital, asszony. Megútáltam őket, hevesebben szól. Régen is egy csürhét odahagytam volna, ha az előttem nincs, hogy így réven vámon átjöhetek bízvást egykori hazámon. De már tetejére értek a hegyhátnak, honnan egy üstforma szűk völgybe lelátnak. Micsoda látvány ez, toldi csak elképed. A pokol se nyújt már undorítóbb képet. Vérköde a völgyet lepi füstgomolynak, alatta rekedten, részegen gajdolnak, ölelik egymást pór, műves, barát, asszony. Tűzvilág, s buta kéj vöröslik az arcon. Töltezik a sokhas, meg újra ha bánja. Együtt foly a lagzi, tisztese, ocsmánya. Ha ugyan lehetne mondani tisztesnek azt az evést, ivást, amit ezek tesznek. Szitok és trágár szó szemtelenül ordít. Elfutja a méreg, viszi is már toldit, lefelé a lejtőn. Hát ezek így tesznek? Ami bűnt megbántak, száz annyit vétkeznek? Hirdetik a bőtöt és a világ végét, s maguk így tobzódnak, öntözik a gégét. Várjatok! Az ostort a nyakából kapja. Megmutatom, milyen az ítélet napja. Toldi a nagy ostort rengeti kezében, üti őket hátba, szembe, hason, képen, döfi vasöklével, rúgja tova lábbal, verdesi egymáshoz, markolva nyalábbal. Nosza! Lába is kér az egész seregnek, az kellene halottnak vagy a holt részegnek. Úgy széjjelütt ádász Toldi Miklós közte. Szedi-e magát, vagy soha? E nép össze. Kobzosnak azonban elállt szeme szája, s mond Toldinak, amint odaért hozzája, így dolgot az ember nem hinne regében. Orlandó, ha tenné, olasz énekében. Vásáron ezek most kezdenek gajdolni egy magyar vitézről, neve Kola Toldi, ki malomkövekkel haigál a harcon. Láttam is, egy ponyván mutaták a rajzon. Nem az vagy-e? Kérdi enyelgve a kobzos. No hisz, a malomkő konyít a dologhoz, de barátom, földi, ha az alkú áll még, nevem te se kérdezd, s álnév helyen, álnév. Hívj, ahogy a barát, ebszeme, csúfola. Ide éppen jó név, a fráter Mikola. De meg is éheztem ebben a munkában. A szent maradékot ne hagyjuk itt kárban. Monda, s a jó tűznél neki heveredtek, hogy elűzzék onnan, Toldi kicsit retteg, húst szelnek a nyársról, s bort is ahhoz lelvén, nagy lakomát csaptak a diadal helyén. Ott meghálva, együtt másnap elindultak, nyugodtra. Csehország tájára vonultak. Toldi azt mondá, hogy Kolostorba mégyen, s hogy addig a kobzos útitársa légyen. Több helyre benéztek, de a Kolostorban mindazt veti a pap, hogy nem olyan sor van. Malmuk is elállott, s ha forog, egy kőre. Nincs ma sehol szükség több kenyérevőre. Így fels lebolyongtak idegen országon,
dalt penget a kobzos falun és csárdákon, szűken a szükségest, ha beszerzi kobza, mégis örül, hogy van, kivel azt megossza. Egy nap a sok közül, mely útba letellett, föl, amint ballaktak, éger vize mellett, üti a füleket, végdalokat játszó kürt, s messzire láncsán lebeg a sok zászló. Nézte, a mély útban merre felé térhet, toldi ki, és mondta, udvari kíséreti ő itt szembe, talán hercegi, királyi. Míg elhalad, jó lesz-e partra kiállni? S megálltak egy dombon, a csapatot várván, míg elvonult hosszan, mint tarka szivárvány, színes lobogókkal fénylő hegyi rúdon, maguk is sok színben, a szűk hegyi úton. Lovat is egy néhányt burkolva vezettek, kóborul, agárból sokat összeszedtek, azután egy hintó zökögve, zokogva jött a gonosz úton, 8 ló belefogva. Köves az út, de a természet kövezte, itt-ott a hegyekről árkot is ereszte, mely rajta keresztül az égerbe tartott, s iszapot az útba, sárt, eleget hordott. Hó! Egyszerre megáll, se té, se tova, nem bírja mozdítni 8 erős nagy lova. Úgy megragad a záp agyagos mély sárban, szírt is van előtte, hegyi vízmosásban. Ütni, a lovakat kezdik elébb verni, de kiszól az utas, hogy olyat csak merni. Így ezeket hámból sunnyogva kifogják, s hányják vetik a dolog állapotját. Valott kocsis 4, s valami 10 csatlós, de egynek a lábán sincs lábbeli patkós. Csak néztek a lóról, hol az öreg sárra, hol száraikon a sejem harisnyára, menjenek el, mint szét, arra határozták. A kocsihoz hídnak kerítenek deszkát, ökröt is faluból 10-et, avagy 20-at, addig a szép hintó pocsolyában úszhat. Toldi nem állhatja, nem nézheti végig, leuglik a partról, odamondva nékik, körülnézi sorát a kocsinak, útnak, s próbálja először a végét a rúdnak. Mozdul is, de mivel meredek a kotymány, félt, hogy összetörik az egész alkotmány. Így a kocsi alá bebújni sem által, s feszítve juhának, felnyilalja háttal. Kiemelte szépen, s kitevé a partra, hol az út egyenlőbb, mehet immár rajta. Ekkor odainté a kocsiban ülő, kérdi nevét, rendjét, s mely föld neki szülő. Ilyen erőst egyet tudok a világon, azt ki a rablóktól kisöpré országom, mondta, hanem Toldi megismerte ám már, hogy ez maga Károly, a cseh király császár. Az én vagyok, úgy mond. Megkövetem, felség. Ha te vagy, hol jársz itt? S rajtad ez a szentség. Bújdosom üldözve átok alatt, mondta. Félre vonulék itt valamely klastromba? Kérdezi a császár. Miért kell bújdokolni? Lovagi nagy bűnért, mond röviden Toldi. Azt nem a szentelt víz, az imádság karddal mossa le, azt könnyebb letörölni karddal. Vőm, a te királyod olaszok közt harcol. Hát te meg itt majd egy bagoly várban alszol, vagy ha uradnál most nem vagy kegyelemben, míg bevesz, ám szolgálj az én seregemben. Köszöné Miklós, de szomorúan mondta, hogy üdülést óhajt lelki fájdalomba. No hisz azért éppen klastromba beülni. Jössz te velem vissza. Itt fogsz felüdülni. Vadászat az erdőn lesz napokig nálam.
Nézd! Ama hegytetőn áll királyi váram. A neve Könyökvár. Így jöjj ki magyarban. Szívesen elvárlak ottan az udvarban. De már a csatlósok jöttek nagy hűhóval, ökrökkel, s kocsikhoz deszka kiszállóval, csak elálmélkodtak, hogy ezt ember tette, s beragasztván indult a kocsi ügetve. Toldi ama várat hagyta immár hátra, s látta, hogy az épült meredek hegy hátra, mely az éger vízbe könyököl, és lábat vett neki tréfából, s karikát csináltat. Oda visszanéz most, valami úgy vonja, a kabzos is egyre nosza, gyerünk, mondja, az én mesterségem úgyis olyan féle. Hagyta fejét Miklós, hogy telebeszélje. Fogadá udvarnok a várkapu alatt, mert valamár hagyva neki parancsolat, hogy Toldinak adjon tiszta szobát hálni, öltözetet, fegyvert, lovat is használni. Társa felől nincs szó, de semmi rövidség nem esett. Daláért ellátta a tisztség. Toldi megújultan ébrede föl másnap, zsivajára kürtnek, kopó ugatásnak. Hamar öltözködvén udvarra leméne, ott várta bizony már nyereg alatt méne, hátára szökött, s a vitézi csoportba ugrata, mely látja olyan magaforma. Valamivel később lejöv a császár, biccent a csapatnak fővel, amely rávár, s Toldinak indulván odaveti e szót, hadlám! Tudsz-e űzni vadat úgy, mint rablót? Ezzel az egész raj fordul a keletnek. Fent az erdős háton kocogva mehetnek, mert a magas fenyvek királyi vadonja alján a parasztfák bokrait elnyomja. Hamar egy tíz ágút az ebek fölvertek, kit maga a császár legközelébb kerget. El is üti szépen, hajítva gerellyel. Örül a császár, hogy jó napra lesz e jel. Toldi elérhette volna, de tisztesség gondolta, hogy e vad a királynak esség. Ő hát a lovat csak lépésben ereszté, míg kebelét fenyvek illata éleszté, s látva magát újra lovagöltözetben, fejedelmi, fényes, harcias menetben, kürtriadás mellett paripán ügetve, szinte felúcsúgott régi lovak kedve. Ím szarvas előtte, második is bukkan, s rónának ered, mely dére alattuk van, Toldi nyomon űzi. Ott azt be nem éred, mond, s kart dob utána az egész kíséret, de nyomja erősen. Lova már-már pedzi. Toldi a nagyostort, súgárra ereszti, mert hozta nyakában, s csattantva hurokba rántja nagy erővel ágainál fogva. Nyaka szegett mindjárt a nemes állatnak. Császár meg a többi mind odaszaladnak. No, ilyet nem láttam, se semmi elődöm. Így szoktuk ezt, felség, a magyar alföldön. Azonban a kopók már futnak a hegyre. Visszhangzik az erdőn ugatások egyre. Nosza mind utánuk, legelől a császár. Ritka jelenség az, mi odafent rávár. Fut a koszorús gím maga halálából, követi ebfalka inaszakadtából, míg a hegyi párkány legszélire érnek, hol meredek kőszál vet véget a térnek. Onnan a mélységbe, hol zúg patak árja, veti gyors futtában le magát a pára, szörnyet hal a gránit fenekű siváron, utána ebekből lepotyog vagy három. Károly s a vadászok, lejtőn lekerülve, keresik a gémet a völgyi sűrűbe, követve nagy bajjal ebeik szaglását, nézve is a sziklák toronyalkotását. Zubogás egyszerre hallik olyan forma, mintha valamely nagy, rotyogó üstforna, s tele az egész táj sűrű fehér gőzzel, melyben a napfény is haloványon vész el. Arrafelé tartván, terepé bikfáknak tisztásán,
A patak mentibe mit látnak? Vizet a sziklából, forró, meleg árral törni elő, buzgó, hét ölnyi sugárral. Jegyzet? Így erővel tört ki e század tízes éveiben, mikor a többiek be voltak rekedve, az úgynevezett higiója új forrás. Tetején ez oszlop ragyogó virágba foszladoz és hull, mint szomorú fűz ága. Szikrázik a naptól, s patakba lefolyván zöld, veres meg barna kérget rak az alján. Ez alatt a gímet az ebek meglelték, vidám csaholással hírt adva jelenték, de Károly a völgyet megszereté nagyon, lőn gondja utóbb, hogy neki nevet adjon. Csatola még hozzá két falu határát, s ahol a forró víz kilövi sugárát, emele ott fürdőt, telepíte várost. Az egész világnak gyűlőhegye már most. Jegyzet? Karlsbad történetírói régebbi korra vitatják a forrás ismert voltát, s a hely keletkezését. De én a népmondát követem, mely a forrást is negyedik Károllyal födözteti fel, a leírt módon. Ott, honnan a szarvas lezuhant a mélybe, s hol a fürdő épült a forrás fölébe, 500 évvel utóbb, vagy igen már többel, sokat ábrándozott egy beteg őszember. Megáldott a vizét nagy jó téteményért, ha nem új életért, új életreményért. S ha valaha célhoz bír jutni az ének, köszönje forrás csudahéj vizének. Így folyt a vadászat másnap is és mindig. Kedvétleli benne háromig a vendég, de azon túl akként érzi magát toldi, mint ki nagyot múlaszt, hogy idejét tölti. Nem tudja miért, de nincs ott maradása. Kérdezi egy estve. Jön-e vele társa? Szívesen a kobzos maradna, de kész is. Nem hagylak el, úgymond, akárhova mész is. S öltözve lovakból újra csuhás szenté, Károly előtt magát búcsúra jelenté, hogy holnap elindul, űzi tovább gondja. A lovat, a köntöst készhez adám, mondja. Sajnálja a felség, hogy az udvart unja, de tied a ló, mond, s tied az a gúnya, hogy pedig útközben, mint lovag ne sarcolj, s mint barát ne koldulj, nesze még egy tarsolj. Megköszöné Toldi, meg is örül ennek, pedig nem örülne máskor az ilyennek, reggel az úton is vala vidám kedve, s mond utitársának vállát veregetve, tudod-e mit? Hát, ha álsisakot tennénk, s Nápolyba Lajoshoz hadakozni mennénk. Csak az a baj, engem ott nagyon ismernek. Tudom, legelébb is a király ismer meg. Szóltársa. Van erre a batyuban állam készholmi, ehol rőd bajuszom, szakállam. Felrakom ezt, s szeplőt annyit az orcádra, hogy szülő anyát sem ismerne, ha látna. Ha, fiú, mit mondtál? Toldi nagyot retten. Ezt az öregasszonyt már szinte felettem, kinek én okoztam sok keserű percet. Ne halljon meg, amíg örömet nem szerzek. Csak azért is menjünk! Paripa és fegyver neked is lesz, könnyű, ha gazdag az ember, de nini, a pejkó, a lovam, a hátas, akármi legyek, ha nem igazi táltos. Csak ugyan a pejkó fényesre kihízva termett valahonnan egyszeribe vissza, kísérte Toldit hegyi legelőkön, vagy repült, mint táltos, mi haszna tűnődnöm. Így, hogy a szénájuk valamár jó rendben,
Délre a két bajnok elindul a menten, Pejkót lovagolván maga a gazdája, nem is javasolnám, hogy más megpróbálja. Kobzos is örvend a katona életnek, tudja, hogy ott vígdalt, örömest pengetnek, de meg úgy fordulhat, nem esik hiába, s vissza becsülettel jut régi honába. 10. Ott a városon kívül táborát futtatá. Ilosvai. Honnan gyors folyami Appenin-hegyeknek északra, keletre, délre lesietnek, hol ma is ezer nyáj legel izzó nyáron, mely alatt telel ki a tábla lapájon. Jegyzet. Tavoliere di Puglia. Az apuliai síkföld. Puglia, Apulia. És az olasz, mint a móc cafatos bundáját, nyárra fel, őszön lehajtja sejem nyáját, hol zamatos fűön a nemes sajt túró harmattal születik, ered a volturnó. Hajts le, juhász! Hajts le! Dérlepi az ormot, jobb a meleg síkon, föls le, barangolnod, hajts le, juhász, hajts le, barmad olyan félénk, ím közelít harczaj, kürtriadás élénk, ím tüzetont egyre a tüzes mén lába, ahogy acélkörmét veri a sziklába, nincs nyugta madárnak, kövenugróvadnak, mind égbe röpülnek, mind völgybe szaladnak. Érkezik a tábor, általa gerincen, hogy délre, keretle vágyva letekintsen, délre, hol Aversa eshetik és Nápoly, keletre, hol Alföld, hegyek alatt Zsámoly, hadait a király eléri, bevárja, míg összeverődnek a völgyi lapájra, s miután fejenként maga megszemléli, két sereg áll rendben, keleti és déli. Tetemesb az első, a királyi tábor. Gilét az utóbbit vezeti, a nádor. Vele zsoldos Wolfhart, s népe 5000-nyi. Képesek a zsoldért nemzetöket verni. Ezt a király elsőbb útjára bocsátá, merre a volturnót tekeregni látá, s várni be hírt róla bizonyos újságot, pihenteti még a többi lovasságot. Jött is a hétvégén szerencse kívánó követ egy folt, küldé, Venafro, Tiano, hogy a városok az őrséget elűzték, Lajos lobogóját, Strucait feltűzték. Jött azután más hír, hogy Kápua mellett a magyar seregnek ütközni se kellett, mert ki a volturnón ellen akart állni, szétveré a hadat Miklós, Kajetáni. Fondi nemes grófja, üzené Giléti, tudva, hogy a hídfőt zsoldos erővédi, innen is a vízen, túl is a szorosban, Staránti Lajos bent, Kápua városban, hadaiból, amint Fondi felől hozta, keletre, nyugatra, egyrészt kiszakaszta, keljenek át a hegy és a tenger felől, s hátba támadjanak, mikor ő majd elől. Úszva, hogy átkeltek csillagtalan éjjel, hajnalban uroknak jelezték, lángfénnyel, csak mint mezei tűz gömbölyű csilláma, de tudva előre, azok szeri száma, visszafelelt arra Kajetáni mással, egy domb tetején gyúlt nagy mágyarakással, jel vala egyszer, s mint közös riadóra, hogy talpra ki gyalog, és a lovas lóra. Szembe a hídőző csapatokat, mert még széltére aludtak, pacuhán fölverték. Ezek ugyan tudták, hogy ő Kajetáni, de fog ez éjjel 4 mérföldnyire hálni. Most, a veszedelem nyakukba szakadván, rohannak a hídra, csúnya hátat adván. Százan is egy szélbe, bár nem elég 10-nek, rohannak bizony a kész halálnak, víznek. S lett volna veszély nagy, most csak igazándi. Ha észre nem veszi, túlnan a Taránti. Hanem ez csatán nőtt zsoldosait hozza,
s hídon a futókat, nyomja velük vissza. Harcoltak az égért kétszerezett bérért, mintha csak a honért, vagy az édes bőrért, szembe saját vérük, a szaladók ellen, még visszaszoríták, hogy csodát műveljen. Ugyanis belátván a hídra futó had, hogy itt a haláltól csak a halál óhat, fordul az ellennek megkövesült arccal, s mint az oroszlán küzd. Ki esik, ki harcol, ki elesett, mint dőlt fatövön átlépve háta mögöl, más-más ugrik a helyébe, így a legelsők közt sohasem lesz csorba, míg Taranti s népe bevegyül a sorba. S bizony, Kajetáni harcolva, de hátrál. E pihent erőnek helyet adna már-már, hanem a vízen túl nagy riadás támad, csatazaj. Üvöltés vadul onnan áthat. Döbbenve Tarantit viszi ez az újság, rendeli, a hídnak kanucait gyújtsák, s mire Kajetáni odaér már, lángban áll a Volturno híd, egész hosszaságban. Időt, tudja miért, nem halaszthat, húzhat. Tűz alatt a vízen hamar átalúztat, de nem a város még égő kapujának, hanem oldalt. Jobbras balra kápuának. Szomorú lőn ott a Taranti szüretje, mond uraszavával Giléti követje. Kápuát ennek már be se kellett venni, csak az égő várost oltani, bemenni. Oda éppen arra ért uram a nádor, hogy szétvala verve a mezei tábor, s kápuát felgyújtá a szaladó őrség. Most Fondi kezén van. S milyenk az erősség? A nádor Aversa farait kerüli, de idő kell, csak míg rendesen megüli, mert erős mód nélkül a hely és derekabb, hőn nem védhetné, mint kapitánya, Jakab. Lajos ezt a jó hírt nyomba kihirdette, új győzedelemre foglalónak vette. S megajándékozván Giléti követjét Fondinak is küldé méltó köszönetjét. Azután Vajdával s a többi vezérrel régi tanácsukhoz új terveket érlel, hogy az árulást is gyökerén elmessék, meg az árulót is kézre keríthessék. Az vala itten baj, hogy a duradzói, mint gyermeki játék ügyesebb búvói, nincs sehol is szembe tetemes táborral, van mindenütt mégis. Szakadás bújt, forral, íme, Lucsérát, mely már Lajost uralta, elhiteté, pártos lobogó leng rajta. Foggiát, Kanózát megerősítette, úgy tovább a tengerpartra magát vetette. Oka, miért szemben sereget nem láttat, hogy Lajosunk ő rá ne tehessen vádat, de azért ezt tudja, mi dologban Sántit, s gyűlöli jobban, mint előbb a Tarantit. Csavaroghatsz, Róka, csavaroghatsz, mondta. Követünk szágódó paripákkal nyomba, s elütünk, vagy futva, vagy utánad ásunk, de ki nem kerülöd, nagy bosszú állásunk. És mint hegyen ülő, vészviharos felleg, mely veszteg az ormon, napokig is elleng, majd fölkerekedvén levonul a sikra, hogy fönt nézve alább villámlik a szikra. Fönt napos a csúcs már, de alant a rétség déli verőfényét elnyomta a sötétség. Vonaglik a felhők idege, a villám, s a megszelelt zápor ködlik aláhulván. Úgy a magyar tábor Púlia síkjára sötét haragjában lassan alászálla. Csak fegyvere villog, amidőn porköttül fönt a magas bércen láthatja, ki ott ül. Odalent már kényén terítheti szárnyát. Ellepi a rónák dombjait és hátát,
arra nyomulván, hol közelebbi célja, még jó tova fekszik, a pártos Lucséra. Fekszik az egy halmon, s falai e tájban lerontva hevernek régebbi csatában. Károly lovál fel, hogy újonnan rakják, megtörni ezáltal magyarok haragját. De nem volna még kész, csak mondani félig. A város atyái jobbnak azért vélik nem várni be Dacsal Lajos közelettét, hódolni előre, bánva maguk tették. Követ indul mindjárt, és fényes ajándék, mellyel a pártütést szépíteni szándék. Hanem a fellegvár egy kisded erősség mást gondola, mint a városbeli őrség. Taránti Lajosnak embere van benne, valami 300. Többre alig menne. Kapuját e fészek bátran becsukatja, s Johanna zászlóját fennen lobogtatja. Lajos az esdőknek mutat komoly arcot, s vete a városra vétke miatt sarcot, hogy mire odaér, ki legyen teremtve, pedig indítá már a seregét rendbe, ott a város alatt tábort üte, várván, hogy megváltsa magát tizede becsárán. Közben az elfáradt hadait nyugtatja, s vidám lakomákon élteti, itatja. Maga is a főbbek díszes seregében, szabad ég alatt ül minden nap ebéden. Hosszú rakott asztal, s királyi teríték körül ott szolgálnak, mind úrfi leventék, de az alsóbb rend is, széjjel a mezőben, apró tüzeiknél lakomáznak bőven. Nézi falakról ezt mind az egész város, még a fellegvár is, bár kapuja záros. Nem valaj kis vár fönt a fellegekben, csak a város mellett külön. Egy ötszegben. Nincs árka, se fala, nem roppant nagy erősség, de lovastábortól nem félti az őrség. Most, látva naponként odalent, hogy élnek, elbízza magát, hogy nyoma sincs veszélynek, odalent mulatság, étel, ital járja, s könnyű hadijáték kezdi-e vagy zárja. De Lajos szemét már egy kis erősségen a nápolyi zászló szúrja vala régen, s mond egy nap ebédnél. Csak az olasznak higgy, fiúk! Ez a kisvár, ugye nekünk bakfitty? Nosza! Játszatok ma egyet ilyet, Dénes! Szólt Vajda fiához. Futni a hely, téres! Súgd meg Szécsinek, és többi cimborádnak. Ezek a taljánok olyat úgy se láttak. Hamar az ifjúság színe néhány százig össze is verődött, és bakfittyet játszik. Csak könnyű ruhában, így szabadon nyargal, de az öv mellé szúrt rövid éles karddal. Ritka hosszú sorban kiki, helyre lépe, azután más-más sor utána elébe, s mikor így fennálltak, mint egy laza négyszeg, várták a jeladást az ifjú vitézek. Kürt jelre a sorok eleje megindul, futni, ahogy tellik hősfi, rugós intul, kőhajtásnyira egyszerre megállnak, s térdre feszült kézzel bakhátat csinálnak. Ezt a követő sor, mint egy ugró gátul, mint lóra, ki pattan a csípején, hátul, várra vetett kézzel szöki át futtában, s kürt szóra megállnak kicsi távolságban. Majd a harmadik sor, negyedik is így tett. Az előtte hajlót átszögdösi mindet. Valamíg álló sor marad egy is hátra, most futni jön a sor az első bak hátra. Így, mintha sok ember szélre rendet forgat, vagy szaladó felhő árnyékot borongat, vagy hullámra hakél tengeren új hullám, várja sor a sort, mind messzebbre nyomulván. El fele a vártól volt a futás hossza, de most jeladásra
Fordul neki vissza, összedugott kézzel a falakon nézik, s nevetik Lajosnak Ugrándi vitézit. Sor-sor után, hogy jő falaik tövébe, hova már le sem lát a taránti népe. S nem látja, mi a cél. Madarat sípszóval. Bevenni a várat emberi hágcsóval. Jegyzet. Super scalam humanam idest unus scandendo super scapulas alterius. Krón. Rögtön az első sor, hogy a falig ére, bakháttal, a karját feszíti kövére. Ugrik a másik sor vállaira ennek, hogy lépcsője legyen, kik utána mennek. Így rendre, amíg a fejülálló karja testük egyugrással vetheti a falra, lett odafönbezzek zavar és ijegység. Most veszik észre, hogy nem tréfa, nevetség, kardjuk, de ha volna, ezeké már villog. Megettük az új sor szeme is már csillog. Fegyverre! Kiáltják, s kiki szalad érte. Ez alatt a párkányt más-más sor elérte. Lentárogató, kürt, síp, dob, zajaroppan, hozza Lajos népét hadizárt sorokban. Fenn a falon állók szaporodnak egyre, hogy az őrségből már egy, ha esik egyre. Körülnézi magát Lacfi fia Dénes. Látja, hogy a sok szem ragyog, a kard éles, nosza, míg az ellen rakásra verődik, kaput elfoglalni, tárni ki faltőig. Úgy is lett. Mire a várbeliek jöttek harcolni hiába, későn erőlködtek, mert a kapucsak rés, melynek üregébe ezerenként tódul már a halál képe. Ottan kegyelemre magukat megadták, leborulván arcra, mint az Isten adták. Lajos a fegyvert, mit tőlük elszedette, s enniük adatván szélnek eresztette. Ez alatt a város kifizetvén sarcát, másnap az egész had megnyomta piarcát, hogy rajta keresztül indulva keletnek új tárgyat, új szárnyat adjon az éneknek. Fodja, szomszédát hallva, hogy és mint járt, követett váltságdíjt küld elibük mindjárt, de Kanóza bátor kapitánya Raymond nem olyan ember, ki minden igent rámond, makacs ellenállást, nagy viadalt készít, falait foltozza, biztatja vitézit, tetemes földhányást megrak cölöpökkel, körülveszi várát védelmi övekkel. Hírét Lajos ennek útban, ahogy vette, nem várt akadálya bosszantja fölötte, s mond Lacfinak. Itt mi jó hosszan elülünk, addig hova tűnhet a fővad előlünk? Nosza, te a tenger városait hajtsd meg, amit ő ott felfújt, a tüzeket folytsd meg, maga is. Légy rajta, hogy kézbe kerüljön. Én addig a város falait megülöm. S még aznap elosztván a sereget ketté, Vajda egyik résszel indul a keletté, másikkal az úton magyarok királya, Kanóza felé tart délies irányba. De azért nem lesz nagy köze a két hadnak, mint folyam két ága társmódra haladnak, Lajos a síkföldön, part szélén a Vajda, segíthet ez annak, az emennek bajba. Alig eredt útnak Lacfi apor István, külde a Verszától hírt a nádor ispán, kéri Lajost, haddal segítene rajta, mert már a mezőn is magát alig tartja. Nemhogy bekerítné, sőt, néha Jakabnak emberi elsáncolt félszkére kicsapnak. Taránti Lajos is hallja, hogy Nápolynál új zsoldosokat gyűjt, új sereget formál. Lajosnak ez a hír okoz erős gondot. Kénytelen hadától leküldeni Kontot.
Gilétével együtt, hogy magukat tartsák, míg ő odajuthat, és mind a magyarság. Így a csapatjával, melynek olasz, német, zsoldost, amit Lacfi otthagya, mellé vett, Miklós Benevento útjára kiválván, ostrom előtt nagyot gyengít a királyán. De azért Kanózát, mihelyest eléri, neki fog, a Vajdát se várja, se kéri, ha bevehetné még, Lacfi meg is tudja, s minden nap a síkot döngeti és futja. Nem nézi henyén ezt árka megöl Rájmond, sőt, a lovas népre gyalogival ráront, vassúlymat is éjjel, fogas eszközt szórat, ami által bénul a lovon járóad. Ám Lajos a népét tanítja gyalognak, leugrani lóról, s vissza megint. Szoknak a második ember ismert jeladásra, addig paripáját tartja neki társa. Fejszét ezek ásót lovaikon hoznak, hova őrség nem jut, sebesen dolgoznak, rést ütni az árkolt, becölöpölt helyen, s lóra megint kapnak, ha közel az ellen. Így, de nem első nap, nem is egy próbára, ásóval az árkot temetik simára, az erős palánkon nagy kapurést törnek, s tele már lovassal elseje a körnek. Ezelőtt a gyalog, mint szélnek a polyva, hajtja tömött rendben, öli és gázolja, kénytelen a belső övbe magát venni, s nyíl kopjavetéssel onnan verekedni. De Lajos megvetvén odabenn a lábát, szaporítja mindig, s váltja lovasságát, míg a második öv esik, épp úgy kárba, miáltal az őrség beszorul a várba. Most nagy munka. Paraszt napi szám néz rájuk, mert a falat védi széles teli árok. Azt lebocsátni, le az ofántóba, sok napi fáradtság, hosszú, kemény próba. Alulról az ásást a folyamnál kezdik, ezer meg ezer kéz virradattul estig, úgy viszik apránként közelebb a várnak, hol már szikla és nyíl zápor alatt járnak. Itt dolgozni lehet, csak nehezen, s éjjel. És befödik az ásást hajnalra födéllel. Földet is a hídló deszka fölé húznak, mely alatt a várhoz mind közelebb csúsznak. Lajos ezen közben készül az ostromra. Nagy fali hágcsókat gyűjt össze halomra, számszeríjat, ágyú, bástya törőgépet. Ácsai bárdolnak minden efféléket. Hírt Vajda felől is hoza már követje, hogy erős bár lettát harcolva bevette, mert a kicsapott őrhadakat üldözve népe vegyest omlott a nyílt kapu közbe. Két dolog itt történt, szólt a követ. Felség, mielőtt futásra vette az ellenség, sőt, emberül azon melegébe harcolt, s fordíta, ha nyomtuk, vissza megint arcot. Honnan? Az égbőle? Vagy a föld gyomrából? Mert nem láttuk jönni, se közel, se távol. Pejparipán köztünk terem egy rőt barát, zúgatja temérdek karikás ostorát. Zúgatja. Rohanván szembe az ellennek. Nincs arc, se merészség helyt állani ennek. Maga egész dandár csapatot megfuttat. Örül, aki még lát. Örül, aki futhat. Buzogánya is van, rengeteg a kápán. S hakit azzal érhet, egy sem marad lábán, de ugyan ki merne hozzá közelítni, mikor ostorvillám körmódra keríti. Nyilat ugyan kopját szórnak vala rája, hanem úgy kell lenni, hogy a nyíl sem járja, vagy nem is érnek rá nagyon célba venni. Lova oly könnyű, hogy ahol ő, ott semmi. Megszalad az ellen, mi sarokban üzzük, s futva vegyest közte. Hol a barát? Nézzük. Nem volt sehol is már. Se elül,
se hátra. Úgy tűnt el, ahogy jött, mert senki se látta. Így módon a város nyargalva bevettük, várból is a férget hamar kivetettük, ezt őrzeni Konrád zsoldosira bízza, s mezei táborba tér a vajda vissza. Érkezik azonban tengeren öt gája, vele a felséget kincses szenesája, lesták uram, hozván sok ezer jó márkát, sejti a németség, mit hoz? Az öt bárkát. Nosza, követekkel vajdára üzennek, zsoldot nekik osszon, másképp hazamennek, a hátra levőt is csúfmódra nagyítván, előre is ennyit. Nem áld nekik István. Váltik csillapítja Konrád a vezérük, hogy a bátyja, Wolfárd, kifizette bérük, az oda van távol, nem mondhatja szembe, öcsét megkötözik, s lökik egy verembe. Azzal fegyveresen a városba törnek, polgárat, papot, asszonyt fosztanak és ölnek, szalad a nép, veri a harangot félre, vajda riad, béront, hány sokat kardérre, Konrádot a lyukból ereszti szabadon, a főcinkosokat mind vágatja agyon. A többit újonnan esketi nagy hittel, s rakja meg a várost magyar őrizettel. Lajos az első hírt ráhagyta csodásnak. Gondolt valamit, de sose mondja másnak, hanem a másik hír keserűn bosszantá. Több velük a baj, mint a nyereség, mondá, s rendeli a zsoldost, ha való fizessék. Ki rabol vagy sarcol, szigorún büntessék. Hisz nevem így átok környezi, gyalázat, a földnépe reám csoda éha lázad. Izené vajdának Bári felé törjön. Azt nem, hogy kanózát ostromolni jöjjön, maga személyében ezt hajtani végre, lángol az ifjú szív ilyen dicsőségre. Lacfi tehát a partmentibe folytatta útját, ahol Tráni hódola, Smolfetta, úgyhogy csata nélkül elérheti Bárit, hanem ostromhoz kell készülnie már itt. Érkezik azonban nagy társzekerekkel lesták is, a Lacfi adta kísérettel. Megörült a kincsnek Lajos hadinépe, még serényebb a várt jutalom fejébe. Már kész is az árok, csak kicsi földnyelvet hagytak vala gátul a várvize mellett, és csak a döntő nap közelettét várják, hogy megeresszék a víz lefutó árkát. Eközben Lajoshoz hajtanak egy kémet. Nem tudni, ruhája olasz-e vagy német. Azt mondja, magyar volt az apám, az ősöm. Maga jött, úgy fogták a végbeli őrsön. Kobzott vere távol régi magyar dallal, köszöngete rájuk vidáman itallal, kopjavetésnyiről intve odacsalták, és borát megivák, de magát megvasalták. Lajos egy-két szóval a magyarul kérdezve négy szem közt valamit mondja, fölfedezne, parancsolja tehát, bőrig kimotozzák, s ha ártó szere nincs, sátrába behozzák. Mikor ez meglőn, és semmit se találnak, lábához a kobzus esik a királynak, fogadja be, kérvén, dicső seregébe, mert alattvalója szívébe, lelkébe. Hadra ugyan nem nőtt a daliás honban, vétek miatt, úgymond, kizüllöttem onnan. Mielőtt elmúlt a gyermeki esztendő, bűnöm csak olyan hát, mint az eredendő. Kérdi Lajos, mi az? Eljön az órája kérni a kegyelmet, ha lesz érdemrája. Azt szerezni jöttem, ha bevesz felséged. Különösen most egy fölfedezés végett. Bújdosva kanózát széltire megjártam, tudom a dörgést jól odabent a várban,
Ha valami hasznát veheti felséged, leírhatom szóval ezt az erősséget. Lajos ígért neki aranyat százával, ha igaz hűkémnek bizonyul szavával. Igaz leszek és hű. A hazáért kém is. De az arany nem kell. Fia vagyok én is. Érdekli Lajost már nagyon ez az ember, s rendeli, hogy tartsák ugyan őrző szemmel, de ne állják útját, ha menni kívánna. Csak hova jár, mit tesz? Lessenek utána. Csak ugyan a kobzos leírá mindenképp, mi hogy van, a várfal hol erősebb, gyengébb, hágcsót hova könnyebb, hol bakot használni, s új akadály nélkül odabent leszállni. Napot a király hát tűz ki rohanásra, s éjjet, hogy a földnyelv által legyen ásva. Sikerült is. Foly már a vize, mint tenger. Alig ugrálhat ki előle az ember. Folyamoldalom most, hol tábora fekszik, mutatja Lajos, hogy ostromra törekszik. Állítod a sok nagy várbakoló gépet, s kődobni, nyilazni, váltva özön népet. Másnap is ez álharc, harmadnap is így ment. Oda hordat Rájmond védelemre mindent, s vissza király népét veri önbizottan, mert a fal erősebb, magasabb is ottan. Ám de Lajos éjjel, negyedik hajnalra, viteté hágcsóit a túlsó oldalra, s fiatal hősekből kiszemel pár százat, kikkel hiszi, bátran a falakra mászhat. Fővalaott Szécsi, új laki, mert távol a Laci rokonság, s Dénes az apjával, Bartal Lukács, mind a kettő hédervári, Kanizsai János, nagy törzsek sudári, apróbb nemesekből a Nercsei, Vesszős, a király testőre valamelyik föltetszős, Dobai, Sós, Lengyel, Morocok, s több számos, Svicelovász mester, Besenyei János. Parancsot is állt ki, ha ő a falon van, mi történjék akkor? Jelentik azonban, hogy a kobzos eltűnt nyom nélkül az éjjel. Megdöbbent a király. Miért is eresztél? Habozott a tervét, nevesse dugába, de szégyelte is már, bízott is magába. Ennyi pedig az most nagyon kellett volna. Nosza, teremtsétek ide mindjárt, szóla. Hajnal előtt Kisdett bátor csapatával a déli mezőre lopóckodik által, hol az ostromhágcsók lerakva hevernek, s várja riadását túlsó hadijelnek. Mikor az megroppan, s túl már csatabömből, lárma, üvöltés zúg, kő, hulva dörömből, ő viszi hágcsóját legelül a falnak, társai tetrendben utána rohannak. S íme, barátot vesz most a király észre. Hármas erős hágcsót támogat félkézre. Vele a kobzos, de nincs nála kobozza. Csak társa nagy pajzsát, buzogányát hozza. Megnézi keményen Lajos a barátot, nem szokta feledni, akit egyszer látott, s mikor a hágcsó fenn éri a várfalát, oda kiállt, hó, várj, s jer utánam, barát. Ezzel maga indul a király előre, teszi gyorsan lábát, s szalad a lépcsőre, utána pajzssal a barát, s bunkóval, s mind a vitéz itt vagy a többi hágcsóval. De szelét vevé már Rájmond is a bajnak, sokan az őrségből ide átrohannak, követ a hágcsókra, nyilat, üszköd szórván, hágcsóstul az embert visszahanyattolván. Hengeredék nagy kő rettenetes szálla a lépcsőre, melyen maga Lajos álla. Ütni buzogánnyal a barát, azt félre akará, de hátul nem esett kezére, oldalt szegi mégis, kívül a lajtorján. De jaj,
Egyik csúcsa királyt lesodorván veti alant a mély iszapos árokba, s mint holt hever ottan, sok lábnyira bukva. Barátot is a kő, mintha lesöpörné, szökik azon percben, talpra Lajos mellé, megnézi, tapintja, felkapja ölébe, pajzsát kövek ellen mind tartva fölébe, s kiált, hogy eresszen le valaki hágcsót. Akkor veszik észre, miféle bukás volt. Létrát a fenékre vetekedve nyújtnak, ijedve a hősök a királyhoz futnak. Él, él, csak elájult, s viszik a táborba. A mai várvívás marad az máskorra, marad, mikor ára jó Istennek tetszik, mert a király ágyban nagy betegen fekszik. Vette neszét rögtön Rájmond a zavarnak, hogy a falon így járt királya magyarnak. S ütni vasat izzón kicsap, és kiomló hada ostromlottból leve ím ostromló. Támadja merészen a kerített tábort, ha ma visszaverték, holnap meg aláront. Minden nap a király a viadalt hallja, s csak nyög, de a várat hagyni nem akarja, sehogy a vajdának hírt adjanak erről, hallani se róla, mint neki szégyenről, mintha gyalázat volna, ami nevén szárad, ha be nem vehetné maga ezt a várat. Sokan a tábort már kincseivel féltik, jobban urok drága szabadságát, élt itt. Kérve Lajost kérik az urak, hogy hagyja máskorra e várat, de nincs foganatja. Egy nap azonban csak nem üt a király mond, nem győzi talál már, pihen, ahogy ráunt, nem, hanem ormáról látja magas foknak, hogy messzi keletről csapatok mozognak. István hada volt ez, ki bevévén Bárit jön, s megközelíté Kanóza határit. Seregét félkörben szétrendeli túlnan, maga jő, s királyát kérdi, hogy és hol van. Mikor elmondák a szomorú újságot, nem bírta lenyelni ezt a bosszúságot, hanem a királynak sátrába belépve dorgáló szavakkal állt ágya elébe, mint atya dorgálja szeretetből fiát, feddi, szeretve, de szigorún a királyt, hogy drága személyét közmódra kitette, még ő odaharcolt, s győzvala érette. Azt vártam, Lajos így fordítja meg a szót, kötözve hozod már nekem a durazzót, de csak elkésett bölcs tanácsokat hallok. Nem felel a vajda, szomorún kiballag. Odakinn azonban, mert dolga temérdek, nincs ideje lomhán búsulni vezérnek, vár körül az összes hadakat megnézi, holnapi ostromra rendeletit tészi. De szegény Rájmondnak leesett az álla, mint ki durazzótól mentőhadat vár. Most e helyen ím jött négyszeres ellenség. Kint az nyomja körül, bent gyötri az ínség. Látja, hogy a sok nép a kerített várban megtörheti őket, akár egy morrában. Követett Lajoshoz küld hát izenettel, hogy megadja várát szabad elmenettel. Így már tetején leng király lobogója, s hada tovább indul, magát viszi kója. Melfi alá, délre, de még odaérnek, ászkoli és Trója hódol a vezérnek. Lajos a barátról nem szólt eleinte, de most, hogy az útban tétova tekinte, s nem látja sehol sem, kérdi lovászától. Hova lett?
S mi történt vele aztán hátul? Felséged után az árokba, iszabba leesett, úgy véltük, de leugrott abba, s felhozta kövektől pajzsával védvén. Hova tűnt? Nem láttuk. Szörnyű zavar lévén. Hanem az a kém, vagy fegyverhordozója, az itt van. Ahol megy, tudna talán róla. De Lajos nem akart szólni a kobzossal. Hadd vezekeljen még, nem az orgyilkossal. Hadd lézengjenek itt a tábora mellett. Meglátja, ha kérik tőle a kegyelmet. Kell arra sok érdem. Többféle fogantyú. S érdemre, ha volt, s nincs, legerősbb sarkantyú. Kapuit azonban Melfi ki nem nyitván tábort vert alatta Lacfi apor István, pihenést az útból hadainak enged, mi alatt csak szóval a várba izenget. Királynak is együtt várja üdülését, nem bírja feledni minapi feddését. Az ostrom akarja, szem előtt folyjon. Dicsősége, ha lesz, reál háramoljon. Lajos a kőzúzást viseli vállába, s fáj még az eséstől ficamult ballába. Így lóra nem ülhet, hanem azért kóján megszemléli hadát, mind kiparancsolván. Mikor ezt elvégzi, s már vissza, bekészül, íme, hallik távol megriadó részkürt, oda néz mindenki, fegyverhez is kapnak, azt híve, hogy a várvédői kicsaptak. De nem az volt. Egy őr jelenti királynak, hogy lovasok ketten tábor előtt állnak. Hírnek az elsője, társa fúval kürtöt. A nápolyi király, mondják, ide küldött. Ki az? Veti Lajos. Ez már szemtelenség. Rendeli mégis, hogy elébe vezessék. Az alatt a hírnök, az övé, készüljön, címer köpenyekben paripára üljön. Kajdásza Lajosnak hamar is készen lett. Fehér köpenyegén a királyé mellett, kivarva sejemmel, aranyezüst himmel, ragyog a sokféle birodalmi címer. A nápolyi szintén címerlepedőben, liliomas strucca, ennek is van bőven, érkezik, és távol a királlyal szembe kiáltja beszédét olaszul, így rendbe. Király a Nápolynak, két Szicíliának jön elébe haddal a magyar királynak, de hogy a népvérét ne untsa, kímélje, kész a hadikockát, így dönteni véle. Párbajra kiszólít, Párizs, Avignonba, vagy Perugiába, vagy ide Nápolyba. Szabad a választás előtted e négyben, és aki győztes marad, Nápoly az élégyen. Meghirdette Lajos e szavak értelmét saját hírnökével, aki tudja nyelvét, az alatt a választ érleli, fontolja, mind veszedelmes hely, ková amaszcsalja, Párizsban a király anyai nagybátyja, Avignonban ismét a pápa, barátja, Perugia, Nápoly, az övé, kész csapda. Azt hiszed, így dörmög. Belé megyek abba? Kiálts neki, hírnök, a nevemben választ. Szava után hírnök így válogatá azt. Uram, fejedelmem, fölötte csodálja,
ki lehet Nápolynak mostani királya. Taránti Lajos nem illetheti Nápoly, örököse annak kicsi Mártel Károly. Különben a herceg lovag is, vitéz is. Vele, uram, harcra kiállani kész is. De nem a négy helyen, de világosokra. Kettő az övé most, kettő pártját fogja, hanem a császár, vagy Londonban a király, vagy Aquilléiai főpap előtt kiáll. Azonban e harcot ő nem azért kezdte, hogy amolyan hosszú pórázra eresse, megyek úgymond, várjon, ott szembe kihívhat. Velem a két tábor, s Isten előtt vívhat. Hírnök magyarul ezt s olaszul kiáltván, elvágtat a másik fehér lova hátán, Lajos pedig készül ostromlani Melfit. Vitatja naponként Vajdával a tervit, maga is már zsendül, mikor aztán fentül paripáján egy nap, égföld, belerendül, kap olyan éjjelzést, hogy bent is az őrség ijedve fut össze, oda az erősség. Még nincs, de jelenti ez az örömlárma, s harci kedv, hogy oda lesz Melfi jeles vára. Hanem a készülést minek írjam hosszan. Told itt is egy percre kell, hogy előhozzam, hogy megjöve, tudjuk legelébb. Bár lett a mezején, próbául erejét mutatta, azután a kobzost küldötte be kémnek, hogy nézze ki sorját királyseregének. Tőle kanózánál éjjel a hírt kapta, mikor a halálból Lajost kiragadta. De azóta nem jött. Nem akar ismerni. Nincs tőle kegyelmet se várni, se nyerni. Ismert pedig, ismert. Ha nem ismert volna, teszi ugyan lábát velem egy hágcsóra, bízza reám éltét. Most, hogy megmentettem, nagy feledékenység csap össze felettem. Így panaszol gyakran, kobzos, ha jön éjjel szép szót neki, végdalt hoz teli reménnyel. Ketten a tábortól félre odább laknak, hol pányvat szövekjét verik a lovaknak, s kunyhót gabaítnak, hol toldi pihenjen. Kobzos a föld népét elfüstöli könnyen. Arra egyéb sem kell odavetett szónál. A kóla ez, aki malomkövet górál. Vajda pedig, várván, ura felgyógyultát, nem nézi henyén a drága időmúltát, hanem ami tervet kieszeltek ketten, azt végzi naponként munkafeszítetten. Ásata elébb is száraz, öblös kútat. Onnan a vár alá hajt egyenes útat, mely a várdomb és a kőfal alatt menne. Száraz agyagdomb. Nincs vízfakadék benne. Mint földi vakondok túrva sötét lyukban, hol nem is alítnád, egyszer előbukkan. Úgy kezdte a várba fúratni alútat, melyen az ostrom logdandára befuthat. Nyíltan is emellett készületi folynak. Sűrű rekettjéből lészasövényt fonnak, mely földje nyilaktól fal megrohanáskor sok öreg íj hágcsó készüle, mint máskor. Hanem észrevette a várkapitánya, hogy ama földtúrás mire való bánya. Kinézte, kimérte, hova szolgál vége, s kifelé belülről aknát visz elébe. Foly halad a munka, sürögő mécs mellett, hova nem hat napfény, sem az élő szellet, már hallik is, amint sírt ásva maguknak, innen ezek, túról amazok dolgoznak. Vajda, hogy ezt hallá, monda, hisz ez pompás, mi nekünk segít, ha szembe velünk ott ás,
De ha már a túlsó dübögés átrendül, egymásra ma holnap bukkan a nép szemtül. Rohanás ezt rögtön a falra kövesse, felséged a külső viadalt vezesse, de ne előjárjon, csak utánok nézzen. Én majd a sötétség dolgait intézem. S nem sajnálva magát, se tulajdonvérit, szólítja fiát és ifjabb testvérit, Miklós vala, Mihály és Pál, ezek öccse. Bátor, erős népet válasszanak össze. Maguk ezt fáklyával harcolni vezessék, vissza saját útján. S ki az ellent vessék, ki az aknából, és be megint a várba. Ha belűrekednek, az sem esik kárba, mert már is alatta rohanó lészáknak, a király vitézi falra, íméi hágnak, ott látom Ivánkát a csapatok élén, s mind a javát színét, ha sorra beszélném. Sárga kesely lován a király vezérel, küldözi parancsát mindenhova széjjel, buzdít, a közembert szólítja nevéről, maga is vágtatva fordul, avagy térül. Hágcsót a falon már, eleven teherrel, kit félik, kit oddább rakva meg emberrel, látni miként kúszó növevényt karóján, csak hogy ez a kúszás nagyon borzasztó ám. Fent a várbeli nép forró vizet, olmot, szurok égőfákját nyilat, követ szórott, nagy villadoronggal, hosszú csapófával feldönti a hágcsót emberi súlyával. Egy létre tűnék most szemébe királynak, félre, hol a védők kevesebben állnak, legfelül a kobzos, négy-öt, ha kíséri, keze a párkányt is már csak nem eléri, hanem észrevette egy őrs nagyot ordít, követ a hágcsóra hevenyén lefordít, ugranak, a többi még jókor előle. Kobzost leüté, úgy hiszi a fal őre, de nem. Alul fordult, bátor ügyes ésszel, létre fogált, alul megragadá kézzel, úgy csüngval a teste még, legurult szépen a nagykő, s maradott maga, keze, éppen. Ekkor a lépcsőre rúgta magát vissza, s fenn a falon áll már, hol az éppen tiszta, mert az az egy őr is oda ment, hol baj van, s lefelé kardjával integet a zajban. Egyedül ott villog. Csak percnyi jelenség, mert nagy riadás lett. Falon az ellenség! Száz szem nézi nagyon, száz fegyver a kobzost, gondolja szegény, hogy futni se szégyen most, de megint a hágcsón, függve alul kézen, szalad és futását így végzi merészen. Nagy kő, s faculáptól mely görgen rája, megvédi a hágcsó kettős oldalfája. Míg kobzos az őrt, így maga ellen csalja, az alatt Ivánka, Szécsi nemes sarja, sűrű vasas néppel, mely követi nyomban, felbírt verekedni, és már a falon van, harcolva keményen, a maga hátsóját megvédi, bevárván csapata utolját, melyet aztán mások folytába követnek. Így dőlt sora el a fali történetnek. Iszonyukba másik, az a föld alatti, hova erős dandárt vezet a négy lacfi. Olyan úton, hol még az erős sem bátor, mert a halál völgye az a szűk sikátor. Dolgozik a csákány zúg, tompa ütése, mindjárt kész a halál nyílt pokolirése. Némán a vitézek kebele is dobban. Nem fél, de rebeg, hogy kire mi vár ottan. Vagdulakodás, holt tetemekre hágó, hol fegyver a csákány, kapa, veremvágó, honnan a megtorló hullát sebesültet úgy kell takarítni, mint az ásott földet, s mint víz, ha erősen fakad a bányába, úgy tapos a vérben a vitézek lába, úgy foly ki az ásás alacsonyabb végén,
A nap is elszörnyed rettenetességén. Így a lacfiak itt, fenn a király népe, behatolnak a vár kellős közepébe. Látja az őrsége két folyamot fenn, lenn, s könyörög éltéért. Nem is áll már ellen. Hanem én, követve a bősz hadikockát, nagyon is felejtém rozgonyi piroskát. Kell mondanom egy szót maga helyén róla. Bár ez az ének már untig elég volna. Piroska, piroska, szép hajnali álmom. Így kellett-e tőled végre is megválnom, pünkösdi virág, kit e dalomnak bájul tűztem homlokára. Így kell, hogy alá hújj. Más volt az idő, haj, más akkor az ég is. Felhős, borús ámbár, de tavasz volt mégis. Most fagyos őszöm, mely nem engedi nyílnod. Arra való csak, hogy elsöpörje szírmod. Érzi közel végét, már kész is az útra, vissza derült arccal néz a rövid múltra,